Na lássuk, a Technisat Digitizio Ultra HD készülék kicsomagolását. Azért így mondtam, hogy Ultra HD készülék, mert ez nem csak műholdvevő, hanem földi digitális vevő és kábelvevő is egybe. Na, a dobozban van ez a készülék. Van egy tápegység. 2 amperes 12 voltás átalakító elem, távirányítóba HDMI kábel, jó pofa kis távirányító, jó, ez elég igényes egyébként, mint ahogy látjuk is. Jó, a dobozban még egy CD használt útmutatóval és német nyelvű használt útmutató. Azért van a CD, mert ez a német nyelvű használt útmutató, ez csak egy ilyen kis rövidített valami. A CD van részletes. Magyar nyelvűvel sajnos nem találkozunk. Magyar nyelvű használt útmutatóval. Na, lássuk a készüléket. No. Mint ahogy látjuk is, nagyon jó, bele van nyomva a Technisat felirat a burkolatba, az előlap, bal oldalon, itt bekapcsoló gomb, illetve kezelő gombok, tehát ilyen navigációs gombok, középen, hogyha be lenne kapcsolva, akkor látnánk egy szép pontnak tisztos kijelzőt, illetve van egy előlap, amit ki lehet nyitni, ez nem lehajtható, hanem oldalra nyílik, és itt egy SD kártya olvasó van, és egy USB 3-as csatlakozó. A hátulját nézzük készüléknek. Na, elindulunk az egyik oldalról. Itt láttunk egy common interfészt, illetve egy kártyaolvasót. A kártyaolvasó az Konaxos, és ha minden igaz, Nagravision. A modulfogadó pedig CI pluszos, tehát ez azért is jó, mert például Magyarországon a DigiTV, a műholdas szolgáltatása, vagy a UPC kábeles szolgáltatásához CI pluszos dekódál modult adnak. Hogyha jövünk tovább, mellette találjuk a 12 voltos hálózati tápcsatlakozót, mellette ugye a gigabitas Ethernet csatlakozót, alatt egy USB 3-ast. Látunk egy szép nagy Made in Germany feliratot, utána a HDMI kábelnek a csatlakozója, nyilván ez HDMI 2-es, mivel Ultra HD-s készülékről van szó. Hangkimenetek, digitális hangkimenetből van kettő is rajta, egy koaxiális és egy optikai, valamint fölötte analóg hangkimenetek közvetlen erősítőre. Mellette van egy csatlakozó, ami nagyon különleges. Ez egy egyszerű koax csatlakozó hüvely. Ez erre köthetünk közvetlenül földi antennát, és mint ahogy látjuk a feliratból is, 5 voltot antennatávfeszültséget ki tud adni. De ez egy IKER-tuner van mögött a csatlakozó mögött, tehát gyakorlatilag két darab DVB-T-tuner van benne. Illetve ez hibrid tuner, tehát nem csak DVB-T-re, hanem DVB-C-re, vagyis digitális kábelre is használhatjuk a készüléket. És mellette, hogyha tovább nézzük, akkor pedig találunk két SATOS csatlakozót, tehát így összesen, ha úgy veszük, 6 tuner van benne, két darab műholdas, két darab DVB-T és két darab DVB-C tuner van a készülékben. Természetesen a DVB-T és a DVB-C tunerek egy időben nem használhatók. Itt van a két szélén még ez a két kis fekete kis műanyag burkolat, itt is látszik. Emögött Wi-Fi antenna rejlik, ugyanis a készülékbe beépített Wi-Fi csatlakozó is, vagy Wi-Fi adapter is található. Na hát ennyit a kicsomagolásról, aztán a következő videóban megmutatjuk, hogy hogy is működik ez a szuper kis készülék.